Hogyan lehet jól használni egy Excel-t, mert ha jól használják, rengeteg időt lehet megtakarítani a rendszer segítségével, de alkalmas arra is, hogy egy vezető egy egész információs rendszert kihozzon belőle. Erről is beszélgetett a munkacsoport az első találkozón. Gazdasági vezetők, ügyvezetők, kontrollerek és egyetemi oktatókból áll annyira egyházi munkacsoport. A Legó, a Hübner, a Mislen és még sok más nemzetközi nagyvállalat, valamint hazai vállalkozás is csatlakozott a hálózathoz. A controlling nem más, mint tervezés, vezetés és az információ ellátást biztosító hatékony rendszer. A vállalatirányításban ellenőrző szerepet tölt be, vagyis egy vállalat sikeres, ha a kontrolling jól végzi munkáját. A külföldi cégek a már kipróbált kontrolling rendszereiket alkalmazzák nálunk, de azokat folyamatosan alakítják a piaci környezethez, az innovációs lehetőségeikhez. A hálózatos tapasztalatcsere ma már nélkülözhetetlen. A munkacsoportban egy-egy vállalatirányításban felmerülő probléma megoldására is kidolgoznak alternatívákat hogyan lehet a mai ilyen nagyon bolond világba, ahol, ahol olyan szétesőbe vannak a, a, az értékláncok, mi úgy mondjuk, ahol a világnak a legkülönbözőbb pontjain gyártanak dolgokat, értékesítenek, fejlesztenek, és mégis egy vállalat. És akkor bejön ebbe a digitalizáció, bizonyos értéklánc elemeket ebből teljesen kivesz belőle, és elvisz, és a váltirányítás ez ezt követnie kell. Tehát olyan, rend, olyan tervezési rendszerekre van szükség, ami képes irányítani ezeket az értékláncokat. Tehát ez végül is a nagyon nagy témája, nem csak magyar Magyarországnak, vagy nem csak Nyíregyházának, hanem Magyarországnak, az egész világnak is, hogy hogy lehet egyáltalán ezt a hálózatosodást, ezt, ezt irányítani, kézben tartani. A Magyar Controlling Egyesületet 1993-ban hozták létre, azóta minden évben konferenciákat tartanak munkacsoportjai számára, workshopokat rendeznek. Évente kétszer találkoznak, és többek között vállalati stratégia, innováció, üzleti tervezés témában cserélnek tapasztalatot, vagy dolgoznak ki új megoldásokat, amelyekkel fejleszthetők eddigi gyakorlataik.